Sziasztok! Az én nevem Freddy. Az enyém pedig Zsuzsó. A mai videóban 4 kamera található itt az asztalon, ugyanis egy ISO-teszt következik. Videóban, illetve fotóban fogjuk megnézni ezeknek a kameráknak a képességeit. Amit itt látok, ez egy hát elég réginek tekinthető Sony. Hát a legrégebbi nyilván. Sony A7S elnevezésű fényképezőgép. Róla azt érdemes tudni, hogy 12 megapixeles képet tud produkálni, illetve külső felvevővel 4K-s videót is tud készíteni. Ő full frame, ez nagyon fontos, ja, mert a többi gép az APS-C. Így van. Viszont őt is APS-C módon fogjuk letesztelgetni. Aztán következik a belépő közép kategóriában a Canonnak az egyik legújabb gépe, a 250D. Erről annyit érdemes tudni, ugye, hogy ez a gép is tud 4K videót, illetve 24 megapixeles a képérzékelője. Van egy 800D, szintén alsó középkategóriás, mint a 250D, APS-C szenzoros, Full HD videót tud csak fölvenni, 24 megapixeles a képérzékelője. Nagyjából ennyi. Ja, Freddy-éről annyi kimaradt, hogy ő kroppolva tudja a 4K-t, ezt majd kifejtjük. Valamint egy 80D, ő is APS-C szenzoros, 24 megapixeles. Elméletben a két gépnek a szenzora azonos, viszont szoftveresen vannak eltérések, ő ugye egy felső-közép kategóriás masina. Én nekem eddigi tapasztalataim alapján kicsit rosszabb zajviszonnyal rendelkezik, mint a 800D meglepő módon. Jó, hát akkor szerintem csapjunk is bele, nézzük meg. Még egyszer mondom, videóban és fotóban ISO-teszt következik ezekről a gépekről. Elsőként következzen a fotós ISO-tesztünk. A nagyítás esetén az A7S képe homályosabb, mivel ez a kamera csak 12 megapixeles, szemben a Canon 24 megapixeles képérzékelőjével. A Canon kamerák kivágásai 960 pixelt tartalmaznak, a Sony kamera itt csak 424 pixelt jelenít meg, mivel APS-C módban lőttük a fotókat, ami kivág az eleve kevés pixelszámból egy újabb adagot. ISO 200. Markáns különbség nincs, de a 800D képe mintha élesebb lenne. Viszont a Sony már kisebb záridővel is beéri. ISO 400. A 2019-ben gyártott 250D nagyjából azt a zajosodást kezdi mutatni, mint a 2016-os 80D. A 800D esetében a zajok kevésbé jelentkeznek. A Sonyn a látható zaj épp hogy jelentkezik, de pixel helyesen megjelenítve a zaj már egyáltalán nem látható. ISO 800. Ezen az értéken a Sony a zajokat még jól tűri, a 800D stabilan kevesebb zajt mutat, mint a 80D és a 250D. ISO 1600-as értéken a sorrend változatlan. ISO 3200-on a különbségek elkezdenek csökkenni. ISO 6400-on a Sony képe egyre zajosabb, a 800D továbbra is jobb értéket produkál. ISO 12800. ISO 25600-on az eredeti képeken is jól látszik, hogy a 800D képe a legtisztább, a Sony képe itt már kásás. A színek részletei a Sony képen jobban látszanak, a 80D és a 250D képén a sötét területeken már nem nagyon van értékelhető színinformáció. A 800D ebből a szempontból is jobb ezeknél. ISO 51200. A 80D itt már nem készít képet. A teljes képen a 800D a legjobb, a Sony a legrosszabb, ami viszont becsapós, hogy a Sony zárideje itt már nagyon alacsony, 1/5000-es záridőre van állítva. Egy valós szituációban, ha a Sony is 1/4000-es záridővel lőtte volna a fotót, nem kellene ISO 51200-on lőni a képet.
Ha megnézzük a 800D és a Sony képét egyben, akkor látható, hogy a 800D ilyen magas értéken már megveri a Sonyt. Számomra kicsit csalódás, hogy a legújabb gép, a 250D ISO képességei egy szemernyit sem fejlődtek a 2016-os 80D-hez képest. Most pedig nézzük meg a videótesztet. Az ISO érték 100, az áridő minden gépen 1/25-ről kezdődik. Előre szólok, hogy a legrégebbi Sony A7-es csúnyán meg fogja nyerni a versenyt. Már itt látható, hogy a képén jóval több az értékelhető információ, mint a Canon gépeiben. ISO 200-on a helyzet változatlan. ISO 400-on a Canon gépek még csak 1/25-ös záridővel tudnak dolgozni, a Sony záridejét viszont már 1/50-re kellett állítani, különben a kép kiégett volna. ISO 800-on a Canon gépek záridejét még mindig nem lehet változtatni, a Sony 1/100-nál jár. Figyeljük meg, van egy másik különbség is. Az összes Canon kamera zöldesen jeleníti meg a fehéret, míg a Sony színhelyes. ISO 1600. A Canon kamerák képei még csak most érték el azt a képhatást, amit a Sony már ISO 200-tól produkált. ISO 3200-on a 800D és a 80D képe némi zajosodást mutat. Sajnos a 250D tesztjét itt elrontottuk, folyamatosan alacsonyabb záridőn vettük fel a videó tesztjét, mint a másik két kamera esetében, ezért is világosabb a kép. Viszont úgy tűnik, kevesebb a zaj a 250D képén. ISO 6400. A 250D minimális zajosodást mutat, a 80D és a 800D már erősebben zajosodik. A Sony továbbra is viszonylag zajtalan, és a záridő is már 1/800-as záridőn áll. ISO 12800. ISO 25600. A Canon kamerák erősen zajosak, a Sony képe még csak most kezd el zajosodni, de a záridő már 1/3200-as értéken áll. ISO 51200. A Canon kamerák ISO értéke nem növelhető tovább, a Sony zaja így néz ki. ISO 102400. A Sony kameráján a záridő tovább nem csökkenthető, ezért a lámpa fényét tompítottuk. ISO 204800. ISO 409600. Nos, az A7-es ISO 204800-on produkálta nagyjából ugyanazt a zajt 1/8000-es záridő mellett, mint a 800D ISO 25600-on 1/400-as záridő. Ez hatalmas különbség. A Canon fényképezők közül itt a 250D jött ki a legjobban, ISO 6400-on még egész értékelhető képet vett fel. Következzék a Love Light teszt. A tesztet ISO 400-ról indítottuk. Nagyobb ISO értéken a 250D jobban teljesít, mivel már a tégla háttér is megjelenik kevesebb zajjal, miközben a 80D és a 800D nem képes megjeleníteni megfelelően a hátteret. Az A7-es itt is messze a legjobb volt, míg a 80D volt a leggyengébb. A zaj valós mértékét az eredeti képméret mutatja. Összességében a 250D videó esetén jobb a másik kettő kameránál, tehát itt látszik, hogy egy új kameráról van szó, de azért a 2014-es Sony előnye itt években mérhető. Ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel a csatornára!
Ez így túl snasz. Mindenki ezt mondja. Akkor kezdjük újra. Ha tetszik, ha nem, iratkozz fel, lájkolj vagy diszlájkolj és kommentelj mindenképp. Kövesd a Facebook és Instagram csatornánk itt. Továbbá megoszthatnád ezt a videót másoknak is, hogy minél többen tudjanak róla. Cél a 100 000 feliratkozó. Nézzük meg, mekkora a közösségi média valódi ereje. 1000 köszi!